Kedemben. Szia, Körbenézek gyorsan. lesz még idő, hoztam edző cuccot. Hát Állal... figyelj. Azt beszéltük pont, hogy ha már így alakult, akkor... Jobb lesz neked az enyém. <laughs> Tetszeni, fog. Peti, mit szólsz egy edzés előttihez? Ja, a próbáltad már? Nem, hát nem, nem, megmondom őszintén. Szoktál azt. inni? Azt nem erőltetném. Nem erőltetném? Ezt a típusú edzés előtt. Direkt De... erre az alkalommal. Aranyos vagy, ilyen de... Fél, félretett kis cuccaim. van ez, ez, a nap, ez megér Én hiányoltam rólad mindig 5-6 kilót. És most azt megengedted magadnak, és most már úgy nézel ki, hogy... Ne, mindig ennyi voltam, csak a klasszikba fogytunk be. Igen, de akkor nem volt ennyi. Most viszont hát a klasszikba, full formába, vagy úgy. Két évig. Kurvára gyere. nem mindegy 5-6 kiló. Én is 96 voltam, romszárazon, akkor, még annak 10 éve. Csak nekem volt. A romszáraz nem voltál? De, azon a versenyen igen. Melyiken? körülbelül nyolc versenyen indultam. Abból körülbelül kettőn voltam romszáraz. A többi nem. A többi nem. Meg én sose tudtam olyan száraz lenni, mint te például. Ez... Én nem, én, nálam ez más, hogy működik. Hogyha van kettő, fél vagy három, vagy max három feles zsírszázalékom, akkor is van rajtam minimális víz. És mindegy, kipróbáltam az összes variációt, az összes vízhajtót, az összes szart, és mindig valami kis pici víz. Amikor nem, akkor meg rám a bőr, halott vagyok, zombi, alig tudok menni, hát tudod, nagyon jó. És, és akkor utána meg olyan, mintha nem magam. Hát ezért kell egy jó edző. Minden profinak van edzője. Hát, de én nem vagyok profi. <síns> a... Én sem voltam, amikor elkezdtem a világ egyik legjobb edzőjével dolgozni, de pont ez a lényeg, hogy nekik van egy nem. olyan rálátásuk, ami Neked nem biztos, hogy van egy. rész. Biztos, hogy, rész. Nincs, biztos hogy nincsen szó. Szóval beszéltem, Izével Meg... beszéltem, Milosz kurva sok emberrel foglalkozik. Hát... Megnéztem a téged, pár képet láttam csak felrakva, akkor Izét néztem, a királylacit, ugye, aki maga bécit néztem még, ennyit láttam a netem, egész nap meló. Még nem indult. Még nem, de fog elvileg. Csak hogy Nem tudom, hogy hol. De az nem vagyok képe, csak azt látom, hogy Szerintem lehetett volna előrébb rakni. Téged is, meg őt is. Lacit is. Hát ez tudom, hogy milyen, tudom, hogy milyen. Ha jó, csak baszki, ezért szarányomod nyomod magad. Már úgy, hogy diéta, küzdesz, beleteszed, érted? Azt, aki nincs ebben benne, az nem tudja azt, hogy mit kell ezért megtenni, hogy ilyen formád legyen. Ha ah, nézzétek meg, közelítsél rá a karra, ennek így kell kinézni. Ezt Amit a ez így van. pálinkás kávét kihozott, Vélemény. Igen. az amatőrbe szerintem azért tetszett, mert megmondom őszintén, hogy egy kicsit az alkohol azért őszintévé teszi az embereket, meg, meg felszabadítja a gátlásokat. Ez és, így van, ez így van. És te kimondtad azt, amit minden versenytársam gondolt rólam, hogy nem vagy jó, hogy mit tudom nem, én... Nem, azt mondtam, azt mondtam, hogy jó vagy, de viszont, ahogy hívjákod, a térded volt nekem vastag mindig, ami hülyeség amúgy, de nem hülyeség. Hogyha profi vagy és profin gondolkozol, Hát, és a testet kompletten nézed, és ugyanígy megnézem a sajátomat is, és látom, hogy vastagabb a derekam, ez már szar. De nem annyira vastag még, hogy ne tudjak egy nagyon jó helyezést elérni. Plusz, mit tudom én, kicsi a tricepsem. De nem kicsi, hanem egyszerűen más, hogy kötődik, belül van. Rövid. Rövidek a, 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 kötődések, ugye. Szóval én látom a sajátomat, és ha mondok valakire valamit, és mondjuk az mondjuk megsértődik, akkor az nem elég intelligens. De itt most nem a, tehát nem a térd. Olyan, hogy endo, ektomorf, ugye olyan amúgy nincs. Hát, Tehát a, ugye a természet törekszik arra, hogy vagy gyors legyél, elfuss az oroszlán elő, vagy erős. Tehát egy ez átmenet nincs. De van osztott. Vastagabb a térdem, mint egy ez egyértelmű. De valószínűleg azért az van, hogy egy a ilyen mezomorf lennék, vagy lettem volna. Sportos csak és ugye a gyerekkorom nem. nekem egy nehéz gyerekkor volt, és így nem tudott kifejlődni a csontozatok, valószínű. De a térdem az meg az kifejlődött. Tehát a, nem sértődtem meg egyáltalán. Nem. Most a térdem egy dolog, Hát én nem tudom, hogy mondjuk a személyisége. Most most rákoztam először. Azért mondom, hogy engem szórakoztatott. Még a személyiségem az már más kérdés. Ebben a sportban két típusú halmaz ember van. Az egyik, nem, az, a célja, az a célja, hogy, hogy jeti legyen. Hogy az emberek tartsanak tőle, valószínűleg volt valami gyerekkori traumája, ez vagy így van, bármi. Van, és így ugye ezt akarja kompenzálni. Csak, ami nem baj, csak hogyha túl kompenzál, az a nem jó. számomra ez a sport egy kicsit mást jelent. Ugye egyrészt most azért megélhetést jelentett. Azért itt nagyon fontos az idézéles brandépítés és a business faktor. Tehát nem mindegy, hogy milyen személyiséged van, hogy hogy viselkedsz. De ez nem jó, basszus. Ez nem jó. Szóval az, hogy, hogy, nem mondhatja ki az ember a véleményét őszintén, szóval én építőiparban dolgozok, megyek, húzom a falat, betonozok, vasat szerelek, utána, hogyha nagy nehezen összeszedem magam, lemegyek, edzek, de fáj mindenem. Szóval én nekem erről szólna a napom. Plusz gondolkozok, hogy a fiúkat mikor, hogy kell kifizetni, mindegyik eszi a fejemet. Egy nem, van egy emberem, aki nem, ez elfogadja a havi fizetést. És ugye ezt én minden nap ezzel küzdök folyamatosan. És ugye az nem ugyanaz, mint amikor az edzőterembe dolgoztam, és volt, mit tudom, 20-25 emberem, és akkor azokat irányítani. Szóval totál más az egész. Stress, full stress. És ugye én nem játszom meg magam. Nekem azt mondja, hogy oda jön az építkezésre a. a az, akinek építjük a házat, és mondja, hogy ez így nem jó, akkor megmondom neki, hogy nem jó, akkor hozzá más, hogy csinál, azt csinálta az mással. Mert azt is leszarom. Mert megteltem. Szóval én kiártam magamnak azt, hogy őszinte legyek, korrekt legyek, meg normális. Próbálok normális lenni, attól függetlenül, hogy van bennem egy csomó tesztó, azt fenn van az agyamba, itt kattog, érted? De azt meg levezetjük az edzésem, vagyis én levezetem az edzésem, ezzel nincs gond. Néha hülyeséget is mondok, azt aláírom. Neked meg örülök, hogy így nézel most ki, nem úgy, ahogy a múlt korában. Most jól nézel ki. Nem sok a különbség. Neked nem sok, de te nem látod magad. Én nézem külső szemmel. De mondom, az az nekem az, kiló az amatőr jó. az 95-96 kg volt a verseny. Ez kurva, jó. Az kurva Csak jó. jó. Csak ugye a profi, klasszikot én azért választottam, mert úgy voltam, hogy egy kis downsizing, és lassan már ki kiöregszem, kimegyek. A nem tudsz kiöregedni, Csak fegymán. amikor meglátod azt, hogy kb olyan szinten le vannak szárítva, hogy az brutális. Látom, én nem tudok úgy leszáradni, szóval már lehet nekem is én egy sem. edző kell majd, hogy úgy leszáradjak, hogy a seggben nekem maximum két a látszódott, és annak is csak a formája, de az, hogy rostos, és hogy a, az, a, az a gustustalan izom, ugye, az egy, nem egy szép izom, legalábbis nekem, ez a farizom, én ez a kérdése. olyan, mint az Alien, és az a lényeg, hogy, hogy a gerinc alsó részével ott, ugye? de én azt soha nem tudtam megcsinálni. Már egy hétig nem tudtam WC-re menni, mert hiába szedtem be a kemény olajakat, mert már nem volt. mit. Világ az amatőr és a profi? Ennyi. Érdekes. Akkor visszamentem én is egy amatőr versenyre. Most lehet azt mondani, hogy, hogy nincs otthon a macska cincónak az egerek, de amikor voltam amatőrbe, akkor mindenki felkészültebb volt. Most egy kicsit így kiengedtek, tudod? Most már nincs ez a párharc. Ugye sokan el is kezdték a profi karrierjüket motiválva az enyém által, és uh, így, így, most egy kicsit az amatőr lazább is lett, meg azt látom, hogy uh, ha elmegyek egy profi versenyre, akkor egy profi ugye nem a versenyzésből él, hanem uh, a felépített brandjéből. Uh -huh. Ennél fogva a verseny eredménye neki annyira nem számít, tehát nem fog rá haragudni, hogyha nem úgy sikerül. Vigyázz a mikrofon, mikroportra. Mikroport nem számít most. Az. Most én leveszem és megtartom addig, csak már melegem párom azt mondta, hogy mindig nagyon kedvesnek kell lenni, mert abban profitálunk valaha az életben, lehet, hogy nem, de mindegy. De egyébként titeket kedvelek, úgyhogy hoztam nektek ilyet. Lehet, hogy nem fogjátok hordani sose. Nem tudom, hogy kinek a mérete, két cucc van nálam. Nagyon jó minőségű, amerikai minőség, nem ilyen gagyi szar. A srácok a vettek a terembe. Igen? Van ilyen, ezt kérek szépen, ez egy füzes is. Ez hanyas ez? MS, Egy MS. És megtisztelem Petit azzal, hogy egy ilyet adok. Hát az MS az hogy kicsi lesz. Nem, nem az MS a tiéd. <laughs> nem. Azért annyira nem. <laughs> van, kérlek szépen, nem te, te most nagyobb vagy, mint én. Ez is MS, akkor kizárólagosan az xl est fogod megkapni. Jó? És ezt, hogyha felveszed edzés közben, hogyha esetleg tetszik, akkor megtisztelsz vele. Jó? Tibi, már vagy. Ennyi ma és ennyi van megtiszteltetés, köszönöm szépen. <laughs> Mi a terv? A gépparkot leellenőrzik, nézze csak, milyen szép kis dupla torony. Mi a terv? Mit hát akarsz edzeni? Terv, terv nincsen. Eljöttünk, ismerkedünk, ki, ki, izélyük, ki, próbáljuk ezeket az új gépeket, mert kíváncsi vagyok rá. Hogyha netán eljutok már végre odáig, hogy meglegyen az összeg az edzőtermemre, a sajátomra, neked már van, akkor tudjam, hogy milyen gép az, ami nekem kell innen, vagy nem kell. De a szed, amúgy azért? De, de megszakadt, volt verekedés kétszer. E, mit Mind a két oldalt? Nem, egyszer egy létrával elestem, akkor volt ez, ez két centivel kisebb, az megcsúszott. De középen szakadt. Így van, utána jött ez. Ez itt belül van valami, az orvos azt mondja, hogy nem látja, itt belül van valami, és az a hogy ez is kisebb lett, ugye, és ez is középen szakadt. Így van, így van. Szóval az a lényeg, hogy mind a kettő. Ez azért, mert elkaptam egy gyereket, itt ki kellett tartanom. Nem lehet, ugye ezt pont mondtam a videóban, nem lehet megütni senkit. Néha elcsúszik valami, de ott nem látja a kamera, tudod? De az a lényeg, hogy nem ez az alapvető, hanem az, hogy kivigyük a, azt, aki nem tud viselkedni, ugye éjszakában. Megtartottam, fogott, csinált egy ilyet, csak így a gyerek, néz, egy ilyen 60 kilós drogos gyerek. Egy ilyet így, kifordult, szervusz. Úgyhogy ez egy, az egyik versenyre ezért nem tudok felkészülni, mert mindig van valami, és én, én, akarok menni. Nagyon. És nem tudok eljutni oda, baszki. Hát, ha nagyon és akarod, akarod akkor téged, el... és nézlek téged, nagyon nézem akarod a... akarod, akkor el kell, el tudod Elfogok, lenni. úgyhogy csinálom tovább, de, de ha azt nézzük, hogy mondjuk mennyire fontos az nekem, hogy legyen egy saját termem, és ne az építkezésen rohangáljak egész nap. Hát rosszabb a terem, hidd el. Rosszabbat Akkor majd a 360 kilós gépeket kell cipelni, <laughs> meg rendbe rakni a termet, azt nem naponta. Vagy, vagy hallgatni az embereket? Hát az, az nem, az a nincs baj. Inkább az, hogy. Megmondom, jó, iszné, az hogy egy. edukálás szinten szoktam azért rendet rakni direkt, egyszer. Uh -huh. Hogy lássák, hogy azért valószínűleg nem abból élek, hogy a teremben rendet rakok. Igen. És mégis meg tudom tenni. Hát ha ugye egy kicsit elszégyelik magukat, de sajnos sokan nem. De ez már most azért az. van, mert elvárják az emberek azt, hogy, 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 helyettük legyen. Éppen csak a kaját nem kell a szájukba rakni. Az a baj, mert nincs olyan tisztelet, mint nincs a, a tisztelet. Mi a a másik felé, sajnos. Ez mi így van. ezt érzem. Tehát, ezt hangoztatom egy, én is Egy edzőterembe a másikat, az edzőpartneret tiszt, vagy az társaidat tiszted meg az, hogy rendet raksz magad után, mert akkor ő is normálisan lehet ezzel, nem kell keresni, gélni az eszközöket. Tehát ez egy ilyen közösségépítő dolog, inkább az, hogy odafigyeljünk a másikra is. Uh -huh. Sajnos van, aki nem alkalmas erre, de azt mindig hangoztatom, hogy ha úgy vagy lent az edzőteremben, hogy nem akarsz ott lenni, és nem figyelsz a környezetet, tehát nem tudom én, uh -huh. rossz helyre teszed vissza a tárcsát, akkor minek vagy ott? Tehát ez pont az a azért, ahol kurvára célirányosan fókuszálni kell arra, amit csinálsz, különben sérülés lesz a vége vagy nem fogsz fejlődni. És az emberek x százaléka nem fejlődik pont ezért, mert nem úgy van hogy jelen egy edzőteremben, hogy kéne. Figyelj, én ezt úgy fogalmaznám, hogy sok a seggfej, aki nem tudja visszarakni ezt a kibaszott súlyzat a helyére. Azért, mert paraszt. Ezt így hívjuk. Gyökér. Mi Úgyhogy jól látjuk, hogy megszakadt a triceps. Úgy van ugye? Fél évig nem tudtam most vele edzeni, és most is fáj, hogy nyújtom kifelé. A jobb. A bal az helyre jött két év alatt? Két év. Ami rosszabb a bal formára. Ja, a rosszabb, nagyobb kisebb, nagyobbat nagyobb szakadt, igen. Az egy létre volt. Elestem egy létrával, építkezésem, megbotlottam, és belement a létrának a szeg, szege beleállt. Úgyhogy ott maradtam a földön egy darabig rosszabb volt, mint hogyha leütöttek volna. Ennyi. Megmondom őszintén, hogy látom, hogy Tibor az edzőterembe egy komplett táskával érkezik. Rákérdeztem, hogy mit tartalmaz ez a táska. Mesélj nekünk, hogy hogy indulsz el egy edzésre. Hát úgy indulok egy edzésre, hogy kiadjam először is a feszültséget. Ez felhasználom energiának, a dühöt, amit minden nap összeszedek, tök mindegy, hogy hol, melóhelyen, emberektől, ez az amaz. Ez van, és ami cucc, ami érdekel, valójában van benne egy öv, valójában ez egy díszöv, szóval igazából funkciója az nem sok, hogyha nagyobb súlyokkal dolgozol, akkor éppen hát valamire jó, de a lényeg az, hogy szép és, és jól néz ki. Ennyi. Van nálunk egy lánc. Igen, erre csodálkoztam rá, hogy nagyon csörgött valami. Igen, igen, meg hogy nehéz. Tehát ezt arra szoktam használni, hogyha ide feladobom, az csak így, mert a körülbelül középen feladobom, és ugye erre, ezek, ezekre a dolgokra rakok két darab fogót. És ugye amikor én felrakom azt a két darab fogót, akkor szépen ide leülök, így csak rakok fel mondjuk teljes súlyt és ugye a két fogót fogom és ezt a gyakorlatot csinálom ugye csukjára a belső része, mert az nekem nagyon lapos volt. És ezt szoktam csinálni, amilyen nagy súlya tudom. A csukjám az elég vastag is, lehet mondjuk már robására is megy a, hogy hívják, a formámnak, hogyha elérem a formámat végre. És igazából ennyi. És a többi? Van ott még? Hát ez, ez az mert nem, a térdgumit ezt nem használom. Ez a könyökre, ez egy nagyon jó, ez egy zsírúj fajta, ez nagyon tartja a könyöket. Neked nincs rá szükséged, hála jó Istennek. fáj a könyök, nekem is Neked is fáj. 40 évesen már. Akkor nem vagyok egy éves. Ez ez volt az egyik kérdés, ez lett volna, hogy te Versen hogy bírod ezt. Is. Majd nekem fáj a térdem, bukám, derekom, az egy ilyen térudas evezést csináltam, 170 kilóval, az nagyon nagy súly, azt te tudod. És az a lényeg, hogy ugye nem bírtam megtartani, felhúzni, még tudtam. Kétszer-háromszor, de már negyediknél nem. Be voltam pörgetőzve, na nyomjuk. Szervusz, itt vissza rántott, meg is sérült. Fél évig nem bírtam felemelni semmit. Hát, eh, ahogy öregszünk, észre kell edzeni, mert különben Igen. az a vége, hogy... Igen, már, akkor már nem olyan a test, nem úgy legyen a Van itt egy ilyen saját, ilyen saját sztori, ezt egy épikezésre hoztam, ez kurva jó. Ez pont az a hossz, ami nekem kell. Meg van fűszerezve a páromnak a hajába. Ugye ezt lehet két helyen is fogni, viszont a sima, amiket szoktak. Ebben a teremben most nem is látom, hogy hol van. Passz. Tudod, ez a sima kötél. Ugye Tudom neked van például. termed. Na, ez egy kötél lenne. Ez egy fogásos. Ez egy új fajta. ez Peti jobban tudja, mi, nekem ez egy ilyen furcsa ez valami. Ugye fölveszi a tenyeret formáját. Igen. Az jó, mondjuk. Az nem rossz. Meg ugye tartja ezt a részt itt. Na nekem erre szolgál ez a görcs. Tehát nem is fölveszi, hanem úgy van kialakítva, hogy a tenyérre igazítható. Uh -huh. Tehát eloszlik a terhelés, ugye? Uh -huh. A szorítás. De ez is, ez is ilyen panatta, tudsz. Nem, ez, ez egy külön gyártó, egy fogantyúkat gyártó cég, amúgy elég profi. Ez a két különbség, a modern világ. Ja. Meg a régi világ. Ennyi. Mind a kettővel ugyanúgy lehet építeni tricepset, úgyhogy. Uh -huh. Uh -huh. Csak ez mondjuk én azért ja. szeretem, mert a lányoknak ugye nem lesz bőrkeményezéses a keze mert ugye felfekszik, elosztik uh -huh. a terhelés, nem lesz ilyen szép a tenyerük. Aha. Illetve jobban érzik, ugye nem kell annyira szorítani, jobban érzi az adott gyakorlatot. Hátazásnál érdekes, meg tricepsnél szoktam én is használni. Na, így menjünk tovább ez, a gumi. ez nagyon jó, ez ilyen merevített vas van benne, és nem ez a vas, hanem ez a nagyon erős gumi, és ezt szoktam használni, hogyha kardiózok. Ez azért van itt, mert elkezdtem hogy a versenyre készülni, és használtam. Ez parfüm, ez azért van, hogy ne legyünk büdösek. Nem szeretem, hogyha valaki büdös. Ez meg hogy hívják? Sima bőr, egyszerű. Kortni. Ez tépheti a csuklóra. Ez tépheti. De nem zavarom, mert meg szoktam a fájdalmat, szóval nem zavar. A vastagabbakat azért nem szeretem, mert a vastagabbak azok meg nagyon kellemetlenek. Olyan, hogy nem, így, nem, nem, tudom úgy ráhúzni. Ja, tudod így elengedi, vagy nem tudom, meg kicsi a kezem. Nekem is. Kicsi a kezem, ugye, most szétvágtam pont tegnap munkába, ezt meg elkapta egy csapda ilyen de szerencsém, volt, megmaradt a kezem. Vagy a vadászgatunk azt a... Hát ez nem magadra vadász. Nem, ezt elbasztam, igen. A bazza, van súlya. Jó. neked, neked jó amikor tolózkodsz. jó. Arra is használom egyébként, ezt elfelejtettem mondani, nem tudom. Ugye ezt ide szoktam rakni, ugye és akkor ide rakok rá egy 20 kilóst, és akkor lehet húzózkodni. Az jó. Azt néztem, hogy de hol vetted ezt a láncot? Mert ez nem, nem, egy standard lánc. Nem, ezt kint vettem. Kint van, a, 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 ezek a marhák, azoknak a nyakába szokták rakni Aha. ezeket. Kint Tirolba. Segged, megmaradt neked a izére? Ahogy hívják rá. Nekem, mikor ledít, azok nem marad seggem. Semmi. Nekem túl nagy, azt mondják, mert próbáltam ugye nem nem, uh, nem, nem Az, az, végül, az nem. edzés, edzéssel ko, javítani a, a struktúráját. A szombatban nem lehet de egy kicsit kötözködni, most nem lehet tütözködni. kicsi. kicsi az mindenki. a baj, hogy a 2012-ben az átlagmagasság az egy 8-10 centivel kisebb, mint én. Tehát rövidebb a combcsontjuk, ezáltal ugye több hús, látványosabb ugyanaz a mennyiségű De hús. mi a véleményed róluk egyébként? mire gondolsz? Hát nekem Profi például a, a profik ott vannak, ugye az nem is tudom, hogy most Mr. Olympia kategória, vagy egyáltalán 2012-es kategória, vagy mi például van az az alacsony kis kopasz négel. Son Biztos. Ilyen kis alacsony, és az most egy csomót nyert. Meg van a másik, ez a Boomstead vagy kicsoda. Az klasszik. Az kurva jól néz ki. Az egy másik vonal. De az kurva jól néz ki az a gyerek. Szerintem. Hát azért Mr. Olimpia. Így van, így van. De a másik az alacsony kis néger, az nagyon arányos meg minden, de nekem nem tetszik. És nem tudom, lehet, hogy akkor nem tudom kire, bár kopasz... Kopasz alacsony, a nincs ekkora kopasz. mosolya van. És Ez hogy bírod a diétát egyébként? Ja, hát... Például a mai kaját még mielőtt lehúzod, a mai kajad mi volt például még eddig? Semmi. Tojás. Tojás. A párom úgy csinál meg, hogy tojás, fehérje csak. Utifű okay. összesüti rak bele ezt, az gombát, az egy alap, azzal kezdem a napot, és akkor rá egy fél órára van egy ilyen zappelyhes reggeli, illetve túl vagyok még egy marha. Mi ez az a pejesegre? én például paracsintát szoktam, vagy ezért? Ne, hát mondom, ez ilyen lepény jellegű a tojás, úgyhogy a zapphely csak simán össze van kutyulva. csak simán megészül, no, vízzel. Fahely, meg víz. azt azért mondja, de a, a, a téged rengetegen követnek, meg engem is, hogy ez miért jó, amit például az úti fűmag, kivonat, Miért kell? Hát ugye nagyon magas rostartalma van. A, az a lényeg, hogy éjszaka a szervezetünk a testzsír kalóriával regenerálja a szerveket, illetve az adott károsodást, amit aznap elszenvezett a test, azt ugye alvás közben helyre teszi. Ebből alakult ki egy ilyen keto, ketogén diéta, mert ugye ketózisban vagy jó esetben, amikor alszol, hogyha nem ettél szénhidrátot lefekvés előtt. Ez mit jelent? Ez a ketózis, csak már van, aki nem Ja, tűnt. azt jelenti, hogy ugye az agyérgátat, igen, csak azt hittük, hogy csak az egyszerű cukor tudja átlépni, ugye, hogy az agy cukorral táplálkozik, de, de súlyos éhezések keretén belül azért az agyérgátat át tudja lépni bizonyos keton testek, ezek zsírmolekulák, amelyek hasonlóképpen tudnak, tudják táplálni az agyat, mint a, az egyszerű cukrok, viszont annyi a különbség, hogy ugye nincsen inzulin reakció, tehát Igen. nincs vércukorszint ingadozás, tehát akár egy gyomorra is le tudsz egy edzést úgy zavarni, hogy nem a, nem meg a felénél. Ö, persze a versenysportban ugye kell a szénhidrát nálunk, de viszont ö, az utolsó étkezés lefekvés előtt, illetve az első étkezés pont azért, hogy a testet hagyjam benne ebbe az állapotba egy kicsit tovább, az ugye szénhidrátmentes. Aha. És utána, amikor már beindult az emésztés, rendben van az anyagcsere, akkor... Ugye az első étkezés általában a szervezet inzulni rezisztens. Tehát, az elődeink is feltehetőleg nem úgy ébredtek, hogy azonnal a kardot rántottak és egymásnak estek, nem, hanem nem, volt egynek egy, menete, hogy föl, fölébredt, fölkelt, az test bútolt, így van. És ugye ezt a... Főleg zsirarékot és gabonát általában. Ezt kell támogatnunk. Ezt használták fel energiát. Jó, és nem hagyjuk szenvedni a másikat általában. Már hogy lejött, hanem megfogjuk a lábát, és úgy segítünk a másiknak. Hogyha van egy jó edzőtársunk, és akkor még szerintem a sokkal intenzívebben meg lehet a hátat dolgozni. Örülök annak, hogy találkoztunk, legalább ami volt esetleg negatív képben nem, amit valószínű én magam alkottam. Meg az emberek, akik írkának fasságokat, próbálják az embereket a másik előtt befeketíteni. Például, hogy rossz tett, adott, vagy nem tudom, mit csinált, és hogy én hozzá fordulok most csak hozzá, stb. Ismered ezt a kategóriát? Annyira nem. Nem nézed, hogy. Nem foglalkozom ilyen jellegű kritikákkal, nem őszintén Nem kritikákkal, megvan... Nem szoktak neked írni emberek? Vagy nem tudnak írni neked emberek? Hát megmondom, hogy nekem kúrosokan sokan írnak. Ugye, nem, nem, nem le. tudod, mert van egy külön rakja, külön mappába rakja azokat, akik ja, nem ja, értem, értem. Aha. És van, hogy uh, ugye elkezdek válaszolgatni, ha van egy kis szabadidőm, de nem jellemző. De nincsen szabadidőd. Kezdjük itt. Nem jellemző. Na, értem. Na akkor ez, ez az a válasz azoknak, akik nekem írnak hogy esetleg mondjuk valaki, egy olyan versenyző, egy üzletember, aki nem ér rá, mondjuk mint Peti, miért nem válaszol például y, -Y nak Nem azért nem válaszol, mert, mert bunkó, hanem azért nem válaszol, gyerekek, mert nincs ideje. Plusz az internet úgy van neki beállítva, próbálja elkerülni ezt a dolgot, és csak ugye próbálod elkerülni az egészet, mert ez leterheli le, le az ember agyát ez az internet, főleg ha írnak százan, és mindenkinek válaszolsz, hogy Figyelj már, egyek sót, ne egyek sót, nem, nem, tudom nem mi. látja magát reálisan egy ilyen ember. Tehát most rád hogy Tibi, de te tudod, jó sportoló rán? vagy, és segíts. De nem és tudsz neki még segíteni. És másik tíz embernek, és várja, hogy majd valaki ír neki egy edzéstervet, mert le van maradva a melle. Igen. Csak egyrészt. De 30 év nem tudod átadni. sportba? Én 94-ben kezdtem. 94-ben mi van most? 22, Mennyi az fejben, nem is tudom kiszámolni. 28. 28 éve csinálom ezt a sportot. És rendszeresen. Uh, Nincs megszaki... nem is volt megszakítás. És ha ráírsz valakire, hogy segíts, akkor egyrészt valószínűleg az a személy az, az, társadalmi szinten egy olyan helyzetben van, hogy ugye elfoglalt, mert általában sikeres embereket kérdezünk meg. Így van. Uh, nem kell meglepődni, hogyha nem ebben, ha nem válaszol, de akkor se kell meglepődni, ha azt mondja, hogy ez x XY összegbe kerül, mert egy ügyvédhez se tudsz oda hogy légy szíves, segíts már ebbe az adóügyi kérdésbe, vagy mit tudom én. Tehát azért úgy, mindennek, mindennek van egy tétje. És hát az idő, az pénz. Én azt mondjam, mindenkinek elmondtam, az idő valaki, pénz. Ha valaki megdicsér, azzal nem kompenzálja az, hogy segítséget kár, vár tőled, hogy mondjuk helyrehozd az életét. Tehát hogy azért... Igen, igen, az átmegy egy pszichiáter sztoriba. Szóval mit tudom én most, én elmondok egy edzéstervet, egy melledzést, hogy mit tudom én, neked régebben ugye ez nem volt ilyen szépen kidolgozva, a belső melled, ugye ez, ez, ez most már úgy nekem... jó. A mellemben gyenge volt, hogy mindig látszott a kulcsont. Amelyre. Arra törekedtem, hogy eltűnjön. Fiatal, én, is, én is ebbe, hogy mindig ez kiállt a ez a cson, rész. És hogy és utáltam, és sosem eltűnt. De megkerestem egy nálam okosabbat, és azt mondtam, hogy neked nagyon jó felépített mellizmod van, van. mibe kerül, hogy megtaníts arra, hogy nekem is ilyen legyen. És amikor azt mondják, hogy ez anyagiaskodás, akkor gondoljon bele egy ilyen ember, hogy mondjuk a te órabéred mondjuk a 50 ezer forint Igen. Egy, egyéb tevékenységgel, mert annyi hoz az a dolog, vagy 100 000 forint, most mondtam valamit, Igen. de lehet, hogy csak 20 ezer, akkor miért várja, hogy te időt szakíts rá ingyen? ingyen. nem de ismered, sok, nagyon sok ilyen nem van. áll hozzád semmilyen szinten közel, tehát sajnos ezt fel kell fogni, hogy ez nem arról szól, hogy nagy képűség, csak uh, má, uh, hogy mondjam, tehát ez az egymás iránti tisztelet, tehát hogyha ha valakitől segítséget kérsz, sajnos persze van, Oktatás ingyenes, meg egészségügy ingyenes, de az olyan. Uh -huh. Hát akkor fordulj olyanhoz az edzőteremben látsz valakit, aki, aki szeret segíteni másoknak, mert jó érzéssel tölti el, és és jobban néz ki az átlagnál, és valamit. Tudod, akkor kérdezd meg őt. De én sem fogom, Ronik, mert megkérdezni, ne úgy segíts már, és te mégis hogy jutottál el ilyen súlyokra, és utána csak nézek és várok. És ő is várja, hogy akkor mikor kérdezed meg, hogy persze segítek, de mondjuk ez Mennyiért? Például mondok, mondok nektek, mondok nektek van. Egy, egy példát, erről van szó. Egy egy ö, európai, vagy egy ilyen világszintű versenyre, mondjuk amatőrbe is már olyan ö, árak vannak, felkészítés például hogy most kérdeztem egy embert, nem mondom a nevét, lényegtelen, amerikai testépítő, ö, mennyit is mondott, várjál? Havonta 600 euró, barátiba szerintem, havonta 600 euró, 600 euró, az 64, mennyi az, 20, 12, 24, 24, 24, 250 ezer forint. 250, 000 forint, csak az, hogy, hogy nekem visszaírjon, és leírjon mondjuk egy, egy vagy egy akármit. Jó, ez már nekem erre lenne szükségem most, meg igazából időre lenne szükségem, és minimális tanácsokra. De most mi már ugyanazon a szinten mozgunk magyar viszonylatban, kis országunkba, vagy én, hogyha mondjuk idejön most, aki minket fölvesz, a jó barátunk, ugye, aki tartja a kamerát, és azt mondja, hogy szeretne egy kurva jó formát a feleségével jövőre, és szeretne lemenni a tengerpartra, és a kisgyerekkel csinálni egy gyönyörű fotót. Akkor én elmondom, hogy oké, okay, vagy -e, hogy mennyibe kerül ez? Kaja, vitamin, munka bele. És akkor elmondom, és akkor mindenki így csinál, hogy slósz ennyi, kész. Nem, nem, csinálja a a következő már azt mondja, hogy ez a szuper titkos edzés. Így van. Meg, meg, azt hiszik a gyógyszerektől. Nem a gyógyszerektől. A gyógyszer az egy külön sztori. Hanem az, hogy Hányszor, hányszor, jön és egy héten edzeni? Hát most hétszer. Na, minden nap lemegy edzeni. De az, az és az régen visszésség. is lement edzeni. Jó, de én is ezt csináltam akkor, mikor full formában voltam, tíz éve magamhoz képest. Én ugyanezt csináltam. Hétből hét napot edzettem. Ha más nem kimaradt a vágni, vagy a, vagy a nyakamat edzettem, vagy az alkalmat külön edzettem, vagy tök mindegy. De minden nap bele kell tenni a munkát, a kajádat oda kell figyelni. És amikor azt mondom, hogy egy ilyen, mit tudom én, túrós csúszát, persze, de ő már nem ehet túrós csúszát. Én se ehetek túrós csúszát, hogyha jól akarok kinézni, mert abban nem lesz annyi csúsz nekem, ami kell, hanem speckósan össze kell rakni a kaját. De mondjuk egy kezdő, egy 17 éves, az, ez meg egy bödön túrós csúszát, mert neki az jó. Így van. De nem ezt várja, hanem a cuccat várja, hogy milyen gyógyszertől leszek akkora. De megy azt egy, melledzés után, meg sírva fakad, hogyha leedzed, vagy egy lábedzés után. Vagy én azt mondom neki, hogy hét gyakorlatot csinálj. Alsó, ketté választom a mellett, felső alsó mell, csinálja három-három gyakorlatot, négyszer. Egy óraosztás edzés, befosik. És azt mondja, hogy ő többet nem ezve nem bírja meg mozgatni a kezét. És mi ezt csináljuk mindig. Én is, Peti is, mindegyik, aki, aki valamit elért ebbe a sportba. Nem tudom, figyeltétek -e egyébként, ha ráközelítesz, emelt fel a lábad, papi? mi bakancsba edzünk, nem papucsba. Papucs? <laughs> Jó, azt akartam kérdezni, hogy neked van-e családalapítás terve? Én egy nagyon családcentrikus ember vagyok. Megmondom őszintén, hogy így a maga a sport, az túl sokáig értem a badit, és azt vettem észre, hogy elszaladt az idő, basszus. Tehát néztünk tegnap is egy műsort, és akkor 32 éves volt az úriember, és így belegondoltam, hogy basszus, nézem, hogy 32 éves, és még most is az jár a fejembe, hogy az, az egy felnőtt kor, és én meg már 40 vagyok. Így Tehát Nagyon van, durva, hogy basszus, így igen. elszaladt az idő. És hát meg, úgy érzem, meg vagyok késve ebbe a kérdésbe, de megmondom őszintén, hogy a, a legelső olyan motiváció, amikor már láttam, hogy, hogy anyagi szempontból profitálni tudok a sportból, akkor nekem nagyon nagy erőt adott az, hogy nem magamért csináltam, mert azért az ember, hogyha magáért csinál valamit, ez könnyen elengedhető amikor már fáradt, vagy sajnálod magad, stb. Hanem egy magasabb rendű cél tűztem ki, az, hogy még meg nem született gyerekeimnek legyen olyan majd az életszínvonala, amilyen nekem nem volt. De nem úgy, hogy, hogy mindent a lájuk stb. Hanem ha esetleg bizonyít, hogy ugye tud bánni a pénzzel, összegyűjtött egy valami, mit jön a fiat, hogy apa, összegyűjtöttem 10 millió forintot, szeretnék csinálni egy vállalkozást, akkor azt aki még 20 ügyes vagy. És ezzel a másikat, aki esetleg, mert sose lesznek egy szinten, tehát nincs százszorékig két gyerek egy szinten van, ez a másikat is ösztönzöd arra, hogy ő is próbálja meg ezt a vonalat képviselni, szerintem. Tehát az a jó, hogyha a lényeg a lényeg, hogy olyanért kell menni, aki fontos a számodra, akár megszületett, akár nem, vagy a párod, bármi, nekem ez mindig nagy erőt adott. Nekem az az álmom, hogy két fiúgyermek és egy lány. Az komoly, az szép a terv. Egyébként is a régi magyaroknak egyébként mindig volt öt gyerek általában, öt minimum. Ugye pont ezzel erősítik a családot, és ugye ennek az egésznek ugye a fenntartását, ugye, ez anyagilag is, hogyha az egyik felnő, akkor besegít a családba, ugye nagy házat építenek. Régen ez volt. Most már ez szana szétment ez a dolog, de az, amit te képviselsz, vagy amit te gondolsz, ez, ez szuper jó. Hát én régi, régi vágás vagyok. Tehát Ez jó. Azt nem tudtam megnézed, egyébként. ahogy változik a világ, ugye a középkor utánig, sokáig az, az egyháznak, a vallásnak milyen szerepe volt. szerepe Ugye vagy. most azt érzed, hogy nagyon visszaesett. Azért, mert ugye a, szerintem alapvetően a vallásnak köszönhető, hogy egységet alkotott egy család, egy férfi és egy nő. Lehet, hogy azelőtt egy kicsit ezt lazábban kezelték, ugye főleg amikor még törzsi szinten éltek az emberek, és ö, ugye ahogy idézi, ebben a technológia nem követte azt a szaporodást, amit ugye exponenciálisan az emberiség létszáma, és ö, nem feltétlenül egy limitált bolygón. Tehát valószínűleg ezért esett vissza az egyháznak a szerepe, mert annak idején voltak háborúk, betegség, éhénység. Tehát azért úgy, mert ritkította az embereket, most nincs. ez. háború ez nagyon Tehát a... ritkította, most már nincs háború, vagyis van több helyen, de ott mindig háború van. Tehát azért 5-6 helyen. Ez azért azért inkább háború már ilyen gazdasági van. háború. Van, tudod, van. De a tudom, 15. században, ha nincs a vallásnak az a ráhatása az emberekre, hogy te család az egység, maradjatok együtt, neveljétek fel a gyerekeket, mert lehet, hogy az öt gyerekből kettő Csecsemő lázba meghalt. Tehát, hogy azért nehéz nehéz helyzetben voltak az emberek, nehéz volt a, a, a gazdaság, minden. A, most ugye az élelmiszeripar fejlődésével tudja ellátni az emberiség önmagát, csak ugye a bolygó mérete limitált, az emberiség Ez így van, így van. növekszik, a nyersanyag csökkent, tehát sajnos egy idő után az emberélet már nem olyan értékes, és most azt látjuk, hogy ilyen irányba terelik az embereket, hogy hogy legyél szingli, legyél karrierista, pénz ja, De kinek? Kinek? Szóval érted, amikor elér valaki egy szintet, mondjuk egy jó ügyvéd lesz, ez lesz 50 éves. És mondjuk nincs gyereke, mert nem volt ideje rá egy normális pár találni, mert az is a másik is karrierista, az is karrierista, és csak összejárogatnak esténként, abból nem feltétlenül lesz gyerek. Meg a gyereknek meg kell, szóval, amit mondasz, a családot kell elő térbe helyezni. Ha van egy családi légkör, az nem családi légkör, hogy van mondjuk egy ügyvédcsaja valakinek, a másik meg mit tudom, minek a vezetője, és akkor összejárnak ezt senként, szóval ez nem családi légkör, ez, ez szórakozás. Hát igen, a család az, az, szerintem azért is fontos, hogy a gyermek egészségesen nőjön fel, egészséges képet kapjon a világról. Akkor szeretné gyereket. Ha persze. Ezt a hár, három gyerek, akit kitűztél, hát, ezt az, így... az, az Igen, az, az jövőre bele megyünk egy ilyen projektbe. Most eh, én le fogom tenni a testépítést év végén, aztán, hogyha úgy alakul később, akkor lehet, hogy még visszatáncolok, meglátjuk, mert megmondom őszintén, hogy minden felkészülés kezdetén azt érzem, hogy nem is értem, hogy az ördögben tudtam ezt végigcsinálni. Ezt, az, ezt, az ezt én megértem, én ezt megértem. Most is az volt nekem ugyanez a szituáció, ugye, hogy elkezdtem készülni, és már jöttek elő azok a dolgok, amiket mondtam, hogy könyökfájdalom, izomfájdalom, nem ehetem meg, amit akarok, éhes vagyok, ettől agresszív leszek, ideges leszek, nem, nem, jó az idegrendszerem tőle, emberekkel kell kommunikálni, nem tudsz kommunikálni az emberekkel normálisan, csak oda egy-két mondatot, és ez, és ez azért anyagilag ez nem jó, plusz neked se jó, az egészségednek se jó. Egy darabig a diéta jó, de hogyha már ilyen szinten van valaki, akkor már egy idő után kurvára nem egészséges. Szóval azért, amit mi csinálunk, vagy amit én mondjuk most most én már jó régen nem csinálom, de amit például Peti csinál, meg a többiek, azt aki végigcsinálja egyszer, de, de ők nem egyszer. Én végigcsináltam, vagy 30-szor. Te hányszor? Százszor mentél versenyre? Hányszor? Hát, ezt meg sem elem számolni. Nekem tíz év kimaradt. Őszintén. Szóval én még kimaradt, te addig végig versenyeztél. Igen, volt olyan év. Te átlagban 14-20 verseny volt amatőrben. Na, szerinted? De az, Ez az mind mind oda nem végig kellett diéta. olyan formát hozni, mint a... Potíba. Jó, de az, akkor is diétáztál, érted? Nem mehetél oda úgy, hogy Ja, persze. a zabász, meg nem tudom, miket érted. Hát, a, Ez vála, tehát a hobbi addig egészséges, amíg hobbi marad. Ugye, Igen. Nekünk ugye szinte munka volt, tehát azért Ebből az volt az egy komoly ember. tétje egy versenynek anyagilag, akkor azért oda tetted magad. És azt nem feltétlenül, feltétlenül örült volna egy, egy orvos barátom a, a vérképemnek. Hozzáteszem azt is, hogy mivel ez nem azért van, mert betegek a szervek, vagy fáradt a test, ugye, mint át, így van, általában így azoknál, akik nem sportolnak, csak elmennek egy vérvételre, hanem nekünk egy komoly fizikai terhelést kap a szervezetünk, ugye, és annak a jeleit is lehet látni. Tehát itt azt hiszik az emberek, hogy a teljesítményfokozók miatt. Érsz el valamit az életbe, ebbe a sportba? Igen. Sűrű, De a sűrű kérdés. Igen. Abba segítenek, hogy nagyobb teljesítményt tudj produkálni az edzőteremben, nagyobb terhelést kap a szervezeted, és így túlkompenzál. Így van, még jobban kinyírod magad. Szó szerint. Így van, mert Szó nem szerint. érzékeled, mint ahogy én megsérültem, azért, mert nem érzékeltem, hogy mekkora súlyt veszek fel. Ha nem jut el az agyad, hogy 170 kg-ot emel, döntött derékkal, és hogy ott van egy, egy fizikai állóképesség, ugye, hogy megvan a derék, és szépen az éppen az ott megszakad az izom. Mert nem jut el az agyáig az, az embernek, mert be van pörögve, nyomja, és kész. Valahol ez a testépítés is az ego és a, 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 a türelem közti határ, ja. határon kell táncolni, mert az a baj, hogy hogy el tud vinni. Általában, hogyha valaki egyedül legyen, szerintem annyiból jobb, hogy hogy saját magát ismeri. Ugye az edzőpartner abban tud segíteni, hogy nagyon jónak kell lennie, mert azt mondják, hogy jó edzőpartnert találni, ez nehezebb, mint jó felesége. Ez így van de Nekem ö, nincs 20 éve. Át, át tud vinni egy kicsit, ha ismeri a te határaidat, ugye át tud vinni egy, egy kicsit a saját határaidon túl. Viszont ha rossz az edzőpartner, akkor sérülés a végén. Így van, így van. Nem tudom, úgy magam. Edzése közben nem tudok sérülni, de amikor valaki azt mondja, hogy nem lát beléd, és azt mondja, hogy van ott még három-öt ismétlés, Nincs. Nincs. nem biztos, hogy van. Tehát jó, ez de te ez már érett, éretten gondolkozom, mert ismered a testet, Tudod, hogy most 70 kilóba, ha belehúzok, mint egy francia rúddal, csak mondtam valamit ába, vagy 80-ba, az még belefér. De hogyha már felrakom mondjuk 85-re, az már nem fér bele, mert érzem, hogy el akar szakadni az izom, vagy már, már akar, az már nem jó. Csak mondtam egy példát. De ezt a fiatalok ezt nem érzik. Főleg, aki hirtelen beszed ezt, azt, és akkor neki és nem érzi csak annyit, hogy egyszer elszakadt az izom, vagy mit tudom, mi baja lesz. Érted? Hát az izomvitalitás az egy nagyon fontos dolog, és ezzel nem foglalkoznak a sportolók. Nem, nem nyújtanak, nem csinálnak semmit. Masszázs, semmi. hidegvizes fürdő, szauna. Ez mind kell, így van. pótlás. Hát nekem is a teremben a múltkor koros srác bemelegítésnél leszakadt a bicepsze. Az igen. Scott pad 14 kg. 14 kilótól? Melegített. Melegített, Az és pak azonnal elszakadt, és teljes szakadás volt, nem részleges. Nem látják át, hogy azért ez nagyon... És semmi előjele nem volt, tehát nem, nem nyilalt neki. Kérdeztem, hogy volt valami, mi hetek óta fáj, görcsöl, semmi. Zsibbad, semmi. Fiatal, Egyszerűen csak fiatal Nem volt bemelegedve, Scott padon túlnyújtotta a bicepsét, és meg Pat. is adta magát. Patent. Szóval fiatal, 25-26 éves rác. Hát, uh, nem szóval jó. azért ez egy összetett dolog, és az a baj, hogy az emberek nagyon valahogy azt érzem, hogy azt hiszik, hogy mindenhez értenek, ez egy dolog. De amikor lemegy egy edzőterembe, akkor is ö, olyan magabiztossággal mennek neki. És megmondom őszintén, hogy pont amit az előbb akartam mondani, hogy edzőpartner, most én is edzek srácokkal, és akkor tud mondják, hogy még kettő. És Mondtam, múltkor néztem egy videót, hogy nagyon jól tudom, hogy mit tudom, 12 ismétlésig jó voltam, de a 13-14-nél már teljesen instabil volt, és remegett a, a derekam. Uh -huh, Tehát ott ott már van baj, de ez a felvétel nem látszik. Persze, de te érzed. És ezért mondom, hogy az edzőpartnered nem biztos, hogy látja azt, amit te érzel. Nem tudom, akkor azt érzed, hogy összerogysz, le, lezuhansz, és nem tudod, hogy hogy jössz föl. Van az a pont, amikor már annyira instabil a mozgás, hogy már látja az edzőpartnered, de inkább azt mondom, hogy inkább tényleg ez egy olyan dolog, amit össze kell szokni. Tehát, több, akár egy éves vagy év plusz uh, sztori, mire úgy ráéreztek arra, hogy mit, mit bír a másik. Igen. Igen. Sőt, én azt veszem észre, hogy sokszor sokkal jobb kisebb súlyjal edzeni, mint, mint az, hogy mindig nagy súlyokat cibálni most már elértem arra, és nem azért, mert fáj valamin vagy valami, hanem jobban érzi az izom nekem, legalábbis. van egy alapvázizomzata valakinek, az kialakítja általában ilyen 15-től 18-20 éves koráig, alapgyakorlatokkal, ott lehet erőlködni, ez az amaz, persze egyéniség függő, és nem érdemes használni egyébként szerintem ilyen 15-től 18 éves korig semmilyen gyógyszert, ez a saját véleményem, hanem alakuljon ki a terhelhetőség magától, és akkor ugye, hogyha ez megvan, akkor utána lehet esetleg, hogyha vannak verseny elképzelése, hogy valami hozzá nyúkálni akármihez, de addig még nincs meg az az alap dolog, amire építhetsz, addig szerintem felesleges ezekbe bele nyúkálni. Én erre gondolok. Szerintem nem, egyáltalán nem kell gondolkodni ilyesmibe. Tehát, hogyha a sportot nem tudod, a saját genetikai határait nem tudod elérni Mindenféle segítség nélkül, uh -huh. akkor nincs meg a tudásod hozzá. Tehát akkor teljesen fölösleges. Az, amit ha egyetemre akarnál menni, de középiskás tudással rendelkezel, nem fogsz tudni érvényesülni. Uh -huh. A szervezeted ugyanez, nem biztos, hogy tudja kezelni azokat a dolgokat, mert egyszerűen nem áll készen rá. Ennyire egyszerű. Tehát valahol. De, de ezt lehet nem jól értik az emberek, hogyha ezt most hallgatják lehet, erről az jön le nekik, hogy nem, ne sose, és úgy leszel, mit tudom, hogy úgy fogsz kinézni, mint Peti vagy én, vagy akik még jobban néznek ki. Nem, nem ezt mondja Peti, de értelmezzétek azt, légy szíves, amit ő mond. Ez fontos. Ezzel vannak megakadva. Szóval az nem ember mindig, mindig, így van, mindig ezzel vannak meg akarga. Tehát valahol mindenkinek van egy belékódolt határ. Ez így Ugye az fehérje szintézisünk adott, a terhelhetőségünk adott, és hogyha eljutsz arra a szintre, hogy már többet ártasz, mint használsz, tehát már nem tud annyi szervezet annyit regenerálni, akkor ott van a te határod. Ezt úgy tudod kitapasztalni, hogy mondjuk nem, nem fejlődsz tovább. Tehát eljutsz egy bizonyos súlyig, szabályos a végrehajtás. Már általában a legtöbb probléma az, hogy egy szar technikát javítanak, de viszont az nem az, nem az agyizom kapcsolat, és nem arra épül föl, hogy jól csináld, amit csinálsz, hanem hogy minél nagyobb súlyt mozgassanak meg. Valahogy a fiatalok érezni akarják azt, hogy a teremben helyük van. De azt nem fogják föl, hogy akik oda járnak, azokat nem érdekli, hogy ő milyen súlyokkal edz. Meg azok is emlékeznek, hogy ők milyen súlyokkal edzettek az elején. Tehát nem olyan szemmel fog nézni valakit, hogy ha, de csak 60 kilóval nyomsz fekve, senkit nem érdekel. Ha szarul nyomsz 60 kilóval fekve, akkor azt mondják, hogy egy hülye gyerek vagy. Tehát az a fontos, hogy megtanulj jól edzeni, ez az alapja mindennek, és megtanulj élvezni azt, hogy tehát fizikailag terhelve vagy, megizzadsz, fáj, nem háromszor eszel az iskolában, mint a többiek, hanem ötször, hatszor, és azért ja, akár de ennek megvan a szépsége. Én is emlékszem, nem tudom hány éves koromig a buszon is kajáltam este, Um, iskolapadba letetted, persze, mondom, szólt persze. a tanár, mint nekem, hogy mit keres az ott, hát az... mondom, hogy időre eszek. És kiröhögtek, hogy miért. Úgy lesz belőle testépítő, mondták. Igen? Nem. Hogy, Soha nem, szegény vagy, mert ugye én is szegény voltam, te is, ugye ezt, amit az emberek nem tudnak, azért van ennyi akarás az emberben, azért van ennyi motiváció, mert ugye az embernek, mikor nem volt gyerekkorában annyi, amennyi kellett volna, akkor, akkor éhezett, de ugyanúgy lementem egy zsíros kenyérre edzeni, volt olyan egy nap egy szerettem, iskolában nem volt kajám, lementem, nem volt otthon, akkor éppen kaja, lementem, és volt nálam, találtam zsírt, meg kenyeret, megettem, és ugyanúgy lementem edzeni, és este mentem haza. És ezek szerintem, ezek kurva sokat számítanak, hogy valaki így is edz, vagy úgy edz, hogy egybe azt kérdezi, hogy milyen vitamint vegyek, milyen ezért, semmiet bazd meg, tanuljál meg edzeni, úgy, ahogy Peti mondja, hogy érezzél rá arra, hogy dolgozik az agyad és az izom együtt dolgozik, és érzed azt a gyakorlatot, vagy érzed azt, hogy, hogy ez jól esik neked, hogy ettől, ettől beindulnak az örömhormonok, hogy leedzettél, és tényleg azt mondjad, hogy újra jól esett. És így szépen fogsz fejlődni. Ha viszont csak meg akarsz felelni, és telefonnal fotózgatod magadat állandóan, meg fotózzál, meg fotózzál, meg fotózzál, és sehogy nem nézel ki pont van egy ilyen ismerősöm, minden nap rak ki magáról fotót, és sehogy nem néz ki. De ő rakja folyamatosan, hogy mit ér el ezzel, nem tudom, szóval órákig fotózgatja magát a terembe, ahelyett, hogy megcsinálna egy rendes edzést, és akkor fejlődne. el van túlzó, elcsúszott ez a sztori. Hát nem azt mondom, hogy elcsúszott, egy másik generáció, más a fontos. Hát az internet. Mindenki egy kicsit, hogy mondjam, amikor mi fiatalok voltunk, akkor teljesítmény alapul volt a díjazás. Mondjuk egy cégnél volt az év alkalmazottja, vagy ilyesmi, vagy a hónap uh -huh. munkása, és akkor ő kapott valami bónuszt, amivel ugye ösztönözték a többieket is. Most ugye mindenkinek azt mondják, hogy te különleges vagy, mutasd meg magad a világnak, a te egyéniséged érdekel mindenkit. <síns> Semmi. Ö... És így az emberek nem, mert nem, nem annyira állnak készen arra, hogy tanuljanak, hogy fejlődjenek, mert így azt hiszik, van. hogy ők egy kész produktum. Így van. Ez egy butítás, tehát ez nagyon fontos lenne, hogy felfogják, hogy az élet minden területén, életed végig fejlesztened kell magad ez ahhoz, van. hogy sikeres ez tud van. lenni. És ugye ezt hitetik el a fiatalokkal, hogy te olyan egyéniség vagy, mert mit tudom én, az egyik nadrág száradat föltekered, meg elfordítod a bézborsapkát, hogy ez tök érdekes. A kurvára nem érdekes amúgy. Biztos, hogy van annak a körnek, akinek érdekes, de, de ez nem feltétlenül egy, egy felépíthető, hosszú távon uh, rentáblis dolog az lesz az életében, hanem egy, egy rövid periódus, és utána tovább kell gondolni. Én van, és utána eltelt tíz év, aztán rájön, hogy elbaszott tíz Éjjjön, évet. Nekem is eltelt tíz év, és azt érzem most, ugye tényleg ez, amit beszéltünk, hogy a család, az, az azzal le vagyok maradva. Megnézzünk egy Tóth Danit, ugye nagy családos, Hát és ugyanúgy igen. mellette tudta végezni a, a sportot, és a sportköré építette az életét. Tehát valahol, vagy egy Brandon Curry ugyanez, tehát igen, azért igen. A, a, a bajnokok rakosgatja ki felé, hogy a gyerek szaladgál, és akkor abszolút, abszolút. eredményeket ér, ugye az amerikai fociba, ha jól emlékszem. Így van. És hogy mennyire, Figyelem, nekik is mennyire fontos a család. Ugye nem látok nagyon ö, olyan, ö, sikeres sportolókat, akiknek nincs meg ez az alap, ez a biztonságérzet, hogy ugye egy egy, egy gondoskodó, szerető nő, uh -huh. mert ugye egész nap az te az is, amit beszéltünk. Ha nincs, ha nincs a páram, én se, érek el, se a szakmában ennyit, se az üzleti téren ennyit, se sehol, mert ő oda teszi nekem a kávét, oda teszi a reggelit, ez mind idő. Addig én tudok másra figyelni, vagy tudok pihenni, vagy akármi. És hogyha ő nincs, akkor ez nincs ez a, ez a nyugodtság, vagy ez a... Ez a Összeszedettség. Így, Meg így nekem például nagyon nagy segítség az én párom, nagyon elszánt. Tehát ő nálam sokkal rosszabb. A nők ugye szerintem egy kicsit fanatikus, fanatizálhatóbbak, mint a férfiak. Meg, amit beszéltünk, hogy amikor versenyfelkészésben vagy, ugye nem úgy alszol, nem úgy eszel, nem olyan az idegállapotot. Tehát nekem is volt olyan, hogy, hogy ő korrigálta, hogy ezt ne írt ki, ezt ne csináld inkább, ezt gondold igen. át még. Ez igen, igen, nagyon nagy segítség. De ugyanígy a, például az Arnold előtt is mondta, hogy megint ugyanúgy fogod elrontani, hogy eddig, hogy vannak ilyen bealak, berögződött dogmáink, amit a hazai élsporttól hallottunk ezelőtt, 10-15 éve, Igen. és nehéz ezt levetkőzni, és én nem ettem, nem ittam, és mondta, hogy figyelj, ez más kategória, tehát meg fognak csinálni. Te odamész így, ahogy szoktál, még a klasszikba is laposan, ja. akkor ott vége mindennek. És addig-addig piszkált, amíg azt mondtam, hogy nézzük meg, nyomtunk egy, egy olint, megpróbáltuk a nagyobb kategóriát, akkor menjünk bele ebbe. Mi a véleményed a nagyobb kategória? Hogy érezted magad a versenyen egyébként? Nagyon jól. Megmondom őszintén, hogy euh, ugye a klasszikban nekem 4 kilót le kellett dobni a versenysúlyomból, ami azt eredményezte, hogy ami eddig is nehezen jött föl, az ment el először. Tehát az arányaim az X-ből Y-nál változtak, elmentek a combok, akármit csináltam, ebben benne van nekem is tértfájás, de azért tudom terhelni a, a combokat. Ez általában genetika, és hogy, hogy mennyi sejt halmazódik ott az ez attól is függ szerintem, én jól tanultam még. Hát tapadás, nekem, nekem nagyon nem, hosszú. Nem erre gondolok, a sej, sejt, számra. Ugye mennyi egyizom izom rosba, mennyi sejt szám van? Ugye van, ahol kevesebb van, az lassabban fejlődik, vagy onnan veszi el először. Van, ami több, mint a bicepsen például, mindig mit csinálok vele, mindig kerek és mindig vastag. Ahhoz képest, ugye ezt mondjuk, ezt olvastam, ugye, ilyen olvasi szakkönyveket sok, sok minden nem múlik. Ugye az, hogy milyen sejt mag számmal bír a sejt, van, az is így számít. Van, így van. Um, miért olyan, mondjuk neked a tricepszed miért ilyen szép, vagy mondjuk a vállad miért olyan nagy, vagy a combod esetleg miért nem olyan nagy, és ugye ez -e kurvára meghatározza genetika? Hát tapadás az nagyon-nagyon fontos. Nekem ugye nagyon hosszú uh, az eredése a combfeszítőnek, külső évnek, ennél fogva olyan, mint ha levágták volna. Ugye, akinek egy ilyen. A, cípőtől számítva egy ilyen 40% a combcsont odlan indul, uh -huh. sokkal kerekebb, sokkal látványosabb. jó uh -huh. épít hozzá egy, egy combhajlítót, meg egy szabóizmot, és már nagyon látványos a combja. Ezeket figyeltem én is, mert nekem is ez van, hogy hátsó comb az nem nagyon akar látszani, És olyan mély, mélyen már bevágszott, teljesen lefogytam. Ha így ülök, akkor log szépen. Ha viszont felállok és pózolok, akkor meg olyan, mintha nem is lenne hátsó combom. Azt akartam kérdezni, hogy ö, írtak is nekem sokan, de hogy én azt vártam, hogy te indulsz együtt a Király de most akkor te most félsz a Király és azért indultál másba, vagy ez, egy, ez, ez, igazából egy hülye kérdés? Összefoglaló, gyorsan, tavaly az olimpián ugye Derek Lansford nyerte a 12 t Igen. És ugye volt alkalmam személyesen ugye nézni Igen. a röntőt. És megmondom őszintén, hogy nekem ugye a, a, a alacsonyabb, Sűrű, nagyon száraz, én neki adtam volna. A derek nagyon arányos volt. Ugye minden sportoló azt favorizálja, ami ő nem. Tehát én mondjuk arányosabb vagyok, én szeretem az izmosabb, szárazabb Igen. versenyzőket. mert ugye az nem nehezebben vagyok. Igen. Nekem is megvan az előnyöm, hátrányom, és ami nekem hátrány, és másnak az az előny, akkor azt favorizálom, azt tisztelem, mert neki megvan. És amikor láttam, hogy ő nyer, akkor megfogalmazódott ez bennem, hogy azért a 2012-ben is számítanak az arányok. Csak nem mertem az edzőmnek mondani, mert ő mondta, hogy nem tud elképzelni engem 2012-ben, te klasszik vagy. És hogyha márciusban ezt így az Arnold után erőltettem volna, akkor már talán komolyabb szombokkal állhatunk volna oda. De mivel azt láttuk a verseny előtt két héttel, hogy ilyen, ugye a klassziba 91 kiló lehetek a magasságom kontra súly arányaiban, és egyszerűen nehéz volt 96 alá menni, és még 5 kilót eldobsz, pont ezt beszéltük, hogy ugye akkor még az Olimpia három hónap távolságra volt, 12 hét, tehát akkor lehet, hogy az Olimpia már csak 87-88 kiló lettem volna. Hát nem van hogy hova mennél már vissza annyira? Szóval nem. az edződ, edződ azért, szóval én most én azt vártam, hogy te indulsz a Lacival együtt, nem mondom, végre két jó képességű magyar testépítőt látok együtt, mert mindig arra számítottam, amikor én indultam, hogy olyanokkal állok együtt, egy színpadon, mint ti. Ugye? És ugye, akik, akik így néznek ki, és az van egy kis verseny, van egy kis verseny, szóval én ezt szeretem. Azért kérdezek ilyen hülyén is, hogy kicsit hát, ha kibukik belőled valami, mit tudom én, mi? agresszivitás, lássunk már vagy valamit. Uh, igen, hát ezen a szinten már mindenki versenytárs, és uh, ott a Ugye, aki nyerte a Michael Double, a Wesley Vissers, nekem ők jóba, jóba vagyunk nagyon. De azért nem akartam menni klasszikba, mert egyszerűen elfogytam volna az olimpiát. Tehát ez nem lehet tartani egy olyan állapotot, lemész egy bizonyos testzsír százalék alá, azt még három hónapig megtartani, ez hülyeség, Tehát nem lehet. Mi értem. Úgyhogy sajnos a bírók is, ha úgy nézed, de Arnold klasszik ez egy meghívásos verseny. Aha. Tehát engem meghívtak ebbe a kategóriába, Maga és én akkor nem meg. az kéne még egy pár kártya. Eredmény, eredmény alapján meghívhatnak. Tehát az a baj, hogy egy meghívásos versenyen nem hoztam a kötelező súlyt. Ezt nem szeretik a bíró. Tehát értem, be. Értem. Ezt nem Ettől is függetlenül nagyon mérdező. hálás vagyok, és nagyon jó eredmény. Egy ponttal maradtam le a harmadik helyről, úgyhogy ez egy nehéz kategória volt. Hárman nem fértünk be a klasszikba. Megmondom őszintén, remélem, hogy ennek van egy kis jelzésértéke is, hogy egyszerűen az alacsonyak nem tudják annyira hozni a súlyt, míg a magasak akár 5 kilóval a súlyhatár alatt vannak, uh -huh. és kész vannak. Tehát valahol tök jó lenne, ha egy kicsit finomítanák ezeket a, a határokat. Uh, ettől függetlenül, amit én gondoltam a klasszikról az elején, az, az egy kicsit átíródott bennem, és uh, ugye a bírói direktíva is más irányba van. Pozitív miért, vagy negatív? Gondolok. Magyarul mondjad? Nekem nem Jó po jól pontoztak vagy szaró pontoztak? Szerinted. Nem a pontozás, hanem nem éri meg azt hozni, ami, amit ők várnak oda. És akkor mit szeretném és most? Ezért tetszik a 212, mert megmondom őszintén, hogy sokkal jobb a verseny előtt zabálni, mint éhezni. Uh -huh. És kerekebb vagy jobban érzed magad a színpadon, tehát megint tudod élni ezt a badis vonalat. Hát nem remélem, hogy most kerekem mész oda, hogy úgy, mint most így, hogy ki vagy kerekedve és jól nézel ki, vagy úgy mész oda, hogy kinyírod magad, és le vagy laposodva, és a biztos, hogy nem fogsz nyálni. Szóval nem is lehet. Szóval az mindenkinek adott, hogy ki mely, milyen súlyban van. Az a baj, hogy nem baj, de nem volt klasszik. Tehát a mi időnkben nem volt klasszik. Tíz éven keresztül... Nem, ugye, nem volt. Abszolút nem volt. Ö sok voltunk. A 2-12 volt a kemény kategória. Nem figyeltem a derekamra, mert az mindig kicsi volt. Ezek a srácok az első naptól kezdve fűzőbe edzenek, a comb külső terhelik a vállukat, tehát próbálnak egy nagyon értem, jó alapot értem. felépíteni. Azért vannak olyan hülye, hülye furcsa edzéseik, mert én nézegettem. <laughs> Nem is értettem, hogy mik ezek az edzések, és speciális hülye gyakorlatokat csinálnak. Mint egy gyár. Tehát így van, így van, is. nyomják őket. Azt hiszel. vettem észre, hogy nekem volt a legvékonyabb a az amatőrbe a derekam, most nekem a legvastagabb a profiba. Na, szóval, szóval így is nekem, nekem még egyszer akkor a derekam, mint neked például. Szóval azért, és akkor azoknak még még vékonyabb. Mi? Ezek a srácok ezek Azt kifejezetten erre készülnek. Tehát erre készítik fel magukat. Nem tudok én se versenyezni 40 évesen azzal, hogy... Jó, hát ezt is igen, igen. Úgy hogy nem, nem vagyunk el, 20 évesek. Hogy egy egy 25-30 éves versenyző, aki az Instagramon nagyon jól keres, tehát neki tök mindegy, hogy mi a verseny eredmény, de viszont fanatikus és jó a struktúrája, reggel ébredéskor hidratál, utána mondjuk azonnal csinál egy égyomros kardiót, meg egy vákumozást, akár ez egy órát is igénybe vesz, utána eszik először, pihen, megint eszik, utána mondjuk pózgyakorlás, nyújtás, evés, alvás, evés, edzés, evés, alvás. És Na, ez 365 és, ez, és, ez nem napba. vicc. és ez nem vicc. ez nem vicc, ezt csinálják. Hát én ezért nem tudtam menni, most nem, hogy versenyre az neked hát hogy, amikor én építkezésen kezdek. És könyörögtem <laughs> magyar versenyzőknek, akiknek van, akikben van fantázia, hogy építse föl magát egyrészt fizikailag, másrészt ugye tanuljon meg angolul, mert azért, hogyha megkérdeznek egy interjúban, akkor jól, hogyha tudsz válaszolni. Harmadrészt azért ez egy anyagilag megterhelő sport, tehát ahhoz, hogy eljuss egy olyan szintre magyarként, hogy te legyél annyira érdekes a szponzoroknak, hogy már ne legyen akkor a teher az anyagi része, ahhoz idő kell. És ö, az időzítés ebben a sportban nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha ellövöd a rakétákat idő előtt, vagy túl későn, akkor vége. Így van. Beraknak a középmezőnybe, főleg úgy, hogy itt a világ legjobbjai vannak. Tehát itt az egy dolog, hogy van egy elképzelésed magadról, hogy te hol vagy. Ott a színpadon egészen más fog történni. Általában, sajnos ezt látom. És ő... én nem vagyok elégedett a pontozással, se a tiéd, se a királylacíéval, se egyikkel se, és én nem vagyok elfogult azért, mert ti is magyarok vagytok. Nem, hanem én, én nem úgy látom, vagy az én szemem rossz, vagy én nem, nem tudom felvenni a ritmust már ezekkel a mostani pontozókkal, ugye, mert külföldön is azért van részlehajlás minimálisan, de az, hogy ha valaki jobb, akkor miért raknak elé egy szarabbat? Mondjátok meg. Ha ő jobb, mint a másik, akkor miért rakják be negyedéknek? Az az igazság, miért? hogy Mondd meg, ezek miért? Mi a, a bírók, akik profi versenyt pontoznak, ezek a világ legjobb bírói. Egyrészt az ő szavuk dönt. Tehát, hogyha értem, nem tetszik értem. a te fizikumod, lehet, hogy az a tömegek számára egy elfogadható fizikum, de a bíróknak neki nem. nem tetszik. Neki És az, nem. az ő döntése az, ami iránymutató, nem így a tömegeké. Van, van, meg nem az enyém, meg nem a a. Abszolút nem lehet kritizálni a bírókat, mert az ő döntésük az a döntés. Így mond. van, ez így van megmondom őszintén, semmilyen szinten nem érzem azt, hogy bármilyen hátrányt élveztem volna. Viszont azonnal meg kell kérdezni. Tehát egy jó sportoló, akár e-mailben vagy a helyszínen... Megkérdezi, mi megkérdezi, volt a probléma. így van, hogy mivel tud javulni, hogy mivel tudna előrébb kerülni. Ja, csak ez nem olyan, hogy veszünk egy plusz tricepset, vagy veszünk egy nem tudom mit. Szóval ez kurva kemény munka, évek, évtizedek munkája, és mondjuk jön egy bíró, és mondjuk egyik versenyen tegyük fel, mondok egy Mr. Olympia példát, amiből nagy problémák voltak régen is, hogy az egyik, mit tudom én, 165 centi, és az nyeri a Mr. Olympiát, aztán jön egy másik, aki 40 kilóval több izom van rajta, és az nyeri a Mr. Olympiát. Akkor ez most hogy van? És ebből nagy viták voltak, még a sonrai időszakába 80-as, 90-es évek, körül, hogy az egyik alacsony, és az nyer mondjuk, mit tudom én ki, aztán meg utána megjön egy ronikó, mert az nyer, aztán utána megint, szóval ezek változnak. És hát a 30 kiló izmokról beszélünk, meg teljesen más genetikára, És akkor egyszer így döntenek, egyszer úgy döntenek, egyszer amúgy döntenek, szóval én nem értek egyet a főleg azért, mert amikor én indultam, ott is volt, akikkel indultam, és mit tudom én négy versenyből három el volt baszva nekem, de amikor ott voltam, és jó voltam, és a másik nem volt jobb, akkor ott már másra volt, szóval ott már más volt a pontozás. De ez a magyarországi viszonylatban. Már a haveromnak adok plusz egy pontot. Például ez volt, ezt személyesen nekem mondták. Az, aki pontozott. Hogy ne haragudjál, de ez a haverom, és akkor ennek adok egy plusz pontot. Szóval ez nekem ez rosszul esett, ebbe kiégtem, ettől hány ingerem lett, és én azért is abba a versenyzést. Nekem, de ez már a másik szint a tied, ez a komolyabb szint, ez már teljesen más természetesen. A profi ligában nincsen uh, személyeskedés és részehajlás. Uh -huh. Senkit nem érdekel, hogy ki vagy, mi vagy. Uh -huh. Uh -huh. Amit ott látnak a bírók, az az ő döntés. Akkor uh -huh. és az a döntés. Ez jó. Az amatőrben sajnos én is azt vettem észre, hogy vannak olyan uh, személyek, akik uh, nem feltétlenül uh, voltak sikeresek a sportban. Igen. De viszont ugye kaptak mondjuk a, a bizonyos szövetségek, vagy, vagy bizonyos uh, Részlehajlás. verseny uh, szervezők által egy kis hatalmat, és ezzel visszaélnek. Uh, sajnos ez igen, de ez inkább az amatőrre jelent, szerintem. Hát ezt el kell engedni. Meg ott van a, a személyeskedés, a mert tényleg, amit mondta, hogy tudom én ez a barátja, vagy az a. Így lopana, van, ez profiban nincs ilyen? Nincsen. És akkor mi a véleményed a Laciról akkor, amit kérdeztem igazából, hogy őről mi a véleményed? Vagy ugye, ki kit a legjobb versenyzőnek most itt? Személyesen a Lacival most találkoztam én először. Uh -huh. Én elmondtam neki a véleményemet egy ilyen fél Ja, mert találkoztatok már? Beszélgettünk. Vagy? Találkoztatok? Hát a verseny persze. Ja, értem, jó. Okay. Lemaradtam, mert ugye ebből nem nagyon raktok fel semmilyen anyagot. Se Laci nem rak fel anyagot. Hát ez egy ilyen... mondjuk neki a hatodik helyezést, azt nem értem szintén, mert végignéztem a kategóriát, az a óriás emberke, az nagyon jó volt, nagy volt, viszont nekem nem tetszett volt tényleg, de szóval egy UFO volt a többi közt, de viszont a Laci, meg láttam, hogy nézett ki, voltak ott, mondta a barnitás, meg mit tudom, ilyen dolgok, de viszont rakhatották volna előrébe egy picivel, szerintem, én úgy gondolom. A nem értem a pontozást. az sokat ronthat. Ért, hát látom, én tudom. A Laci szerintem fejbe kell sokat fejlődnie, tehát fejbe kell megtanulnia, hogy mit is jelent ez az egész sport megmondom őszintén, hogy az ő támogatókat nem tudom hova tenni. Tehát azzal, hogy mondjuk degradálsz egy másik magyart, azzal nem emelet föl a lacit egyrészt, másrészt volt olyan sportoló, aki hasonlóképpen, amikor még fiatalabb voltam, ugye húzták az oroszlán bajszát, és az lett a vége, hogy elindultam olyan versenyeken is, ahol a másik illető indult, csak azért, hogy összetörjem a, ezt a felépített imást, hogy ő a jobb. Értem, értem. És ezzel ártanak, ártottak ennek a sportolnak illetve azzal, hogy mondjuk az egóját próbálod táplálni. Mert az emberek 90%-a szereti, hogyha simogatják a kis lelkét. Igen, és azt hiszi, igen, hogyha igen. ő is simogatja egy versenyző lelkét, igen. azzal segíti, uh -huh. de azzal hátráltatja. Hát tudod? De, de ezért nincsenek nekem haverjaim, mert mindenkit rugdosok, állandóan. Őszintén megmondod a véleményedet, hogy ez szar, az itt vagy, segítség. Így van, itt vagy te. Mondtam a tértémát, témát, amin jót röhögtünk. A tértémát meg elmondtam, hogy szerintem mind kellene változnod. És te mit csináltál? Nem, a degradálás nem negatívan vettet, hanem. Van építő kritika, Így meg van. romboló kritika. Így van. Szóval nem paraszt voltam, csak elmondtam a hülye stílusomban, mert én valójában... megem engem szórakoztatod. Na lényeg, a lényeg szerintem a Laci struktúrálisan, ugye egy széles vál, jó a combével, magas, jó képű gyerek, jó kiállású. Tehát neki lehet jövője ebbe a sportba. Egyrészt el kéne végre hinnie. Tehát mondjuk azt, hogy azt mondja, hogy a világ legjobb edzői mondták, hogy ő igen jól tudna szerepelni az olimpián. De nem kell megkérdezni minden edzőt. Ha menj oda egyhez, és az vigyen végig az úton. Így van. Nem kellenek ezek a visszajelzések. Tehát egy erős elemű ember, ne keresgélj a visszajelzést, nem kell megmagyarázni, miért nem sikerült. Nem sikerült, a következő versenyen oda kell tenni, és sikerülni fog neki. Tehát nem, az emberek akkor is szeretni fogják, ha nem sikerül annyira, akkor is szeretni fogják, ha sikerül, csak ezt jól kell lekommunikálni. Ott dől el, hogy ki milyen ember, és ott, ott tudnak veled azonosulni, vagy nem. Tehát szerintem Jártam. sokkal jobban járt volna, hogyha ha inkább csöndben marad, és a következő versenye meg oda csap. Uh -huh. És akkor utána el, út vonna, vissza meg elmondhatta volna, hogy benne volt az is, hogy nem volt jó a színem az előző verseny, de most jó volt. Uh -huh. Uh -huh. De az, hogy most megmagyarázom, nagyon sok sportolónál láttam ezelőtt tíz évvel, hogy megmagyarázták, hello. Hello, hogy megmagyarázták, és soha nem is lett eredmény. Tehát mindig, mindig volt valami magyarázat, amivel kihúzta magát a felelősség alól, hogy valami nem jó. Uh -huh. Nézd át, tanuld meg, javítsd ki. Uh -huh. Ennyi a feladat. És ö, a Laci, amikor fölmegy ugye az a, az egy alapállás szemből, ott nagyon sok minden eldől, mert mondjuk ha 30 ember van a színpadon, akkor tak tak tak, tak ők, ők a többiek mehetnek. Lehet, hogy amikor elkezdenek húzolni, akkor már egy Ez. már egészen más mezőny lenne, de ott eldőlt. A Lacinak van egy jó alapváza, hogy kiszedjék, tehát kiszedték a top 6-ba, uh -huh. de ott már sajnos nem tudott úgy érvényesülni. De mi neki? volt vele a gond szerinted? Már azt láttam, hogy mindenki éles volt, Mindenki romszáraz volt, és igazából mindenki kész volt. Itt maga a pontozóknak a sajátos eljárásuk, vagy nem tudom minek hívják ezt, szisztémájuk alapján ment a pontozás, csak hogy sokan ugye kérdeztek, meg engem is kérdeztek, hogy szerinted a Peti miért lett mondjuk negyedék? Nem, azt sem tudom, hogy most mi volt, mert egyszerűen nem látok rólatok anyagot fönt az interneten, a serollat, se, rólad, se Laci, a Laci rólad, még te raktál is ki valamennyit, de a Laci például nem rakott ki semmit, holott neki most ezzel a formával, amit elért, ugye tömegelt, stb., mert az én néha szoktam vele írtni, nagyon ritkán, ahogy van idő, megkezdem, hogy vagy, mi újság, vagy, mit tudom én, -e, és ugye ő egy szép nagy izom tömeget épített fel, de ehhez, mert amit mondasz, mentálisan erősnek kell lenni, és most kéne neki még ráfejelni erre a sztorira, hogyha még van verseny, mert azt sem tudom, hogy van-e még verseny, te még indulsz most valami versenyen, vagy? Ugye kondícióban ő tud még javulni bőven, uh -huh, uh -huh. azzal szerintem már sokkal jobban rész, részese tud lenni a top 6-nak, de akár a top 3-nak is. Uh -huh. Hát ez rosszul jött ki neki, meg megmondom őszintén, kicsit azt láttam, hogy ugye amikor érezte, hogy nem középre állítják, illetve a középtől kifelé, akkor nem harcolt. Nem harcolt, elfogadta ezt Nekem volt olyan tanítványom, hogy berakták egy nagyon komoly versenyen első hely, középre, uh -huh. Amerikában egy komoly versenyen. Uh -huh. És uh, nem úgy viselkedett, mint aki középre van állítva. Tehát ha középre é, vagy ezt, állítva, ezt, ezt tudom. Ilyen akkor ezt nekem is. kell a bírókkal, hogy te felfogtad, hogy jelenleg úgy látják, hogy te vagy a legjobb. Igen. De ha te nem úgy viselkedsz, mint a legjobb, akkor szépen tolnak kifelé. És rakják be azt, aki viszont küzd. És a Laci, amikor úgy nem olyan eredményt kapott, már egy páros nem fogta a lábát, és szépen ment hátrafelé. Uh -huh. Tehát őt lehet, hogy megállították volna egy negyedik helyen, de mivel nem hozta onnantól kezdve azt a szellemiséget, amit a többiek képviseltek, ezért hátrébb került. Hát amit Arnold is mondott, Arnold mindig, hogy hogy mindig, mindig harc. Ez egy mentális mindig, harc. Így, így van, is. szóval mindig, ha odamész, akkor én vagyok a legjobb, és mosolyogok, és pózolok, és mindig feszítek, és mindig toppon vagyok. Ezt, ez, ha valaki elengedi, az, ez így van, ahogy te mondod, ez akkor egyik, A másik meg az, hogy, hogy nagyon könnyű a versenytársaid felé tiszteletet mutatni úgy, hogyha nyersz. Igen. Az megy mindenkinek. De amikor Igen. veszítesz, akkor, nem. akkor is meg akkor tudod ezt tenni. Igen. akkor te egy bajnok alkat vagy. Igen. Tehát az, hogy mondjuk megsértődök és elhagyom a versenyhelyszínet, az egy butaság. Ez Tehát így van. Nem is szabad a többi versenyzőre haragudni, mert nem ők tehetnek arra, hogy a bírók milyen eredményt hoznak, az a bírók döntése. Igen. Az, hogy a versenyző. Sokszor látom azt, hogy megmagyarázzák, hogy te azért nyertél, mert mit tudom én. Vagy valaki, vagy ismertebb, vagy. Én soha nem csináltam ezt, pedig nagyon sok versenyen voltam, és volt olyan verseny, ami tényleg fájt, uh -huh. de nem láttál tőle ilyen hisztit, hogy ez és ez volt, nekem kellett volna nyerni, vagy vagy mit tudom. Én. Még ha tudtam, ugyanúgy felettem világosítva, hogy mi történt, akkor is ezt megtartottam magamnak. Jó, hát mondjuk te általában mindig alázatos vagy, még inkább nem nagyon mondasz olyan véleményt, ami, amit mások csak úgy oda csapkodnak, mondjuk, mint én, mert én azért oda sokkal szépen, ami, ami, nem feltétlenül pozitív. Ugye, hogyha főleg egy ilyen ö, normális emberrel beszélgetek, mert ugye most jobban megismertelek, de meg ez a csalás ez nekem nagyon szimpatikus, meg az is, hogy ugye te ugye szegénységből jöttél, és küzdesz, és most 40 évesen is rengeteg terved van, szóval ennek most teljesen más a, az egész. Hát ez az ember. szerintem szóval egy próbál fejlődni, Ez minden téren. Uh -huh. uh, ugye a sportba is. Ezt tanuljuk meg a sportból. Meg azt, hogy tényleg tudsz küzdeni. Én egy baromi rusta ember voltam, mielőtt elkezdtem a testépítést. Uh -huh. Tehát, hogy nem igazán volt motivációm, ugye ha szegény vagy, úgy nincs igazán kitörési lehetőség, nincs előtted egy jövőkép, csak Haragszol a világra, mert te szegény vagy. És a mások És akkor mindenképpen beleköt az ember és általában. És ugye a, 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 a gyerekek azok azért őszintébbek. Tehát ö, ott nem feltétlenül vannak megtanítva arra, hogy hogy nem mond ki azt, hogy nekünk több van, mint neki. És ö, ugye ezt, ezt, ezt hordozod magaddal. Tehát nekem is egy. Ö, ez az egyik része, ez az anyagi része, de azt el kell, hogy mondjam, hogy például édesanyám nevelt föl, édesapám azt nem is láttam, körülbelül talán egyszer. És volt olyan, hogy hetes iskolába voltam elsősként. Tehát az én az első, általános iskola elsőt, öt iskolába végeztem el. Miskolcon, Pesten. Az igen. Hetes iskolába. A hetes iskola az már nincs ilyen, tehát aki nem tudja, hogy ez mit jelent, az azt jelentette, hogy hétfőn berakott az édesanyád, és pénteken jött érted. és ilyen emeletes ágyakon az 1-től 8 nyolcadikos tanulók egybe. Az olyan, Tehát mint ott a katonaság. milyen verések voltak. Meg. az olyan, mint a katonaság, mondjuk gyerekverzióba, vagy mint a Jó esetben hétvégén jön érted a szülő. Igen. Szóval azért az, hogy megkeményíti az ember, főleg, főleg, ilyen nyolc éves korodba. Ahogyne. Ráadásul ugye nekem nem volt semmi. Aztán lett patronos pisztolyom, lett kvarcjátékom, úgyhogy másoknak meg nem lett. Tehát egy kihozza belőled a rosszat. De az jó. De viszont arra ösztönöz, hogy te meg akarsz szerezni valamit. Így Most csúnyán hangzik, de. De elkezded érezni, hogy lehet ezt elérni. Most nem így, tehát ez egy dolog, hogy elveszed a másiktól, de viszont rájössz arra, hogy Egyedül vagy, rá vagy kényszerítve valamire, hogyha te akarod azt a dolgot, akkor meg kell szerezned. Ez így van. És ezt ugye tovább viszed, ezt ugye ezt, ezt, át, az ez egy ezt egészséges a... dologba, hogy már, már nem készségfejlesztő. Már nem illegális úton próbálod, hanem ugye mindenhogy. De volt olyan, hogy búcsúba, mit tudom én, elloptam egy kést a késestől, és eladtam egy német turistának. Tehát, hogy így megy a csencselés, így rá vagy kényszerítve, hogy valahogy old meg, mert nekem nem volt tíz óra, nem volt uzsonna a táskámba. Bizony. Tehát azt nekem el kellett venni másiktól. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy elmondhatnád te is a véleményedet rólam, hogy te mit látsz így az interneten keresztül, vagy így most személyesen, mert szeretem, hogyha visszaigazolnak engem, ebből ugye tudok építkezni, mert szeretnék fejlődni mindenféleképp nem csak a szakmában, meg ugye a anyagi téren, hanem ugye mentálisan is ugye egy kicsit, meg a sportban is, de nekem mindenféleképp te egy nagyon pozitív személyiség vagy, most így, hogy személyesen beszéltünk, és ezt így is érzem, így is gondolom, ugye engem ezért követnek sokan, mert én amit érzek, vagy amit úgy látok, én azt őszintén kimondom, a legtöbb ember szerintem ott rontja hogy saját magával nincs tisztába. Uh -huh. Tehát, hogyha vannak ilyen arany értékű mondások, hogyha ha az önmagad társaságában jól érzed magad, akkor, akkor jó fej vagy, akkor jó társaságban vagy. Azok az emberek, akik általában másokat degradálnak, vagy kritizálnak, azok nem akarnak szembenézni saját magukat. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy tisztában legyél önmagaddal, és onnantól kezdve ha valaki kívülről alkot egy véleményt, akkor tudod, hogy ezzel segíteni akar, vagy támad. Mert mondjuk neki saját magáról nincs egy kialakult képe. Nekem az tetszik abban, amit te csinálsz, hogy egyrészt nincs előszerkesztés, tehát nincs megbeszélve, hogy ez vagy az lesz, hanem adod magad, őszintén. Az őszintesség az embereknek fáj. Úgy hallottam, hogy a többi sportoló rosszul reagálta le a véleményezésedet, igen, félreértették, félreértették, amit mondtam, vagy, vagy én nem adtam úgy elő, ahogy kellett volna, mert én nem tudok buzisan beszélni, nem tudok finoman beszélni, nem tudok olyan lenni, amilyen nem én vagyok. De nem is kell, szerintem nem kell. Neked van egy véleményed, elmondtad a saját stílusodba. Uh... Ha ért egyet értesz vele, egy, én egyet értek vele, akkor azt mondom, hogy rendben, ha nem értek egyet vele, akkor meg kell, le kell kommunikálni, de nem kell megsértődni azzal, hogy most valakinek van egy kialakult véleménye, és azt elmondja, mert ez, ez egy általános dolog. Tehát valószínűleg, ugye, ha megnézed a, a kommenteket a képed alatt, van mondjuk egy, nekem is mondjuk olyan képem, amire azt mondom, hogy az életem egyik olyan ö, meghatározó kép, amit ha lesznek unokáim, meg fog mutatni, hogy azért a nagyapátok lehet, hogy most egy, egy fizikai nyomorul, de régen így nézett ki. És uh, hogy mondjam, uh, ha az alá a kép alá valaki leírja a véleményét, hogy szerintem ez ocsmány, vagy bármi, akkor... Uh, én ezeket kitörlöm. De, de nem kell. Tehát de, egy, nekem ne írjon oda egy nyomorút se, hogy én ilyen szar vagyok, olyan, vagy, holott ő még negyed annyit se ért el, mint én az életbe. Szóval erre harapok. De az a baj, hogy... Ezeket kinyírom. Gondolj bele, hogyha nekünk, Nekem kialakult egy kép, hogy mi az, ami vonzó egy nőben, attraktív, illetve egy férfi hogyan kell kinézzen. Nem volt apakép előttem, az akciófilm sztárok a megjelenésükkel, a stílusukkal adtak egy képet, hogy hogyan szeretnél te, hogyan kéne viselkedni egy, egy apának, egy férfinek. Így van, egy férfi képet Igen. kell, hogy alkossunk, és abból... Olyanok leszünk mi is valószínűleg. De ennél fogva, hogy mi ezzel a sporttal foglalkozunk, és azért megmondom őszintén, hogy volt alkalom néhány csinos lányt látni nélkül. Tehát feltételezhető, hogy a kommentelők 90%-áról, vagy 99%-a az nem feltétlenül felel meg az én igényeimnek, mégse fejtem ki a véleményem. Uh -huh. Tehát nem veszem a fáradtságot, még akkor se, ha ő megtisztel azzal, hogy elmondja, hogy neki ez nem tetszik, uh -huh. nem veszem a fáradtságot, mert hogy én is kielemezném őt, akkor lehet, hogy rosszul esne neki. Plusz az idő, plusz energiapocsékolás a negatív energia az nem jó. Tehát megmondom őszintén, ha nem tudok építő valamit odaírni, vagy nem tudom értékelni, mert a sikeres emberek a jót látják. Tehát ez, egy kicsit azt érzem, és ez, ez a magyar gazdaság is, és az amerikai gazdaság összenézed, mondjuk egy amerikai ezután a verseny után azt mondta, hogy az egyik legjobb felsőtest a, a bizniszben, tehát a magába a profi vonalon, a magyar azt mondta, hogy szaraláb. Tehát ez a félig tele pohár, félig üres pohár, ha. És mert ennyire negatívak vagyunk, ez sajnos kihatással van az életünkre, a munkavégzésünkre, ugye irigyek a másikra az emberek, sajnos, és nem fejlődnek. Tehát hogyha legalább, már azzal nagyon sokat segítene saját magán, hogyha nem, nem alkotna negatív kritikát valakiről, hanem egyszerűen csak nem szól hozzá. Amit te mondasz, az nekem, megmondom hogy azért tetszik, mert ha másokat kritizálsz, más versenyzőket, akkor is a saját véleményedet mondod, és általában ez a vélemény gondolom hasonló azokkal, akik nem mondják ezt ki. Tehát nekem ezért nem esett rosszul az, amit mondtál, mert tudom, hogy ezt gondolják. Most az, hogy mosolyog, de amikor elfordulsz, akkor húzza a szemöldökét, vagy a száját, és ki van tőled. Én nem szeretem ezt az alakoskodást. Akkor mondja ki a véleményét, és beszéljük meg. De nem mondják ki. De nem mondják ki. Szóval, amikor nekem, nekem ócsárolnak egy másik versenyzőt, mondjuk, és alaptalanul, azoknak vissza szoktam érni, hogy figyelj, ez nem így van, baszki. Szóval én azért azoknak is oda mondom. Szerintem akkor nekem... Hogy, hogy, azzal nem imponál nekem, hogy mondjuk téged szíd. Szóval téged most így, ahogy látlak, meg ahogy megismerlek, ez most jó lesz ez a videó azért, mert így megismerhetitek őt is jobban. Engem mondjuk már ismertek, mert elég látjátok, dolgozok, tanulok, éjszakai munkát is csinálok, minden nap dolgozok, baszki, most éppen nem, de azon vagyok, hogy ezzel olyan információt jutassak el hozzátok, Petiről például, szóval nem azért nem írja vissza, hogy te buzi, majd mit tudom én, te nyomorult, ne írkálja nekem ilyet, hogy én vékony a az meg, amikor neked még ilyen sincs, mert én ilyen vagyok, én visszaírok, vagy kilövöm. Ő azért nem, mert ahogy elmondta, ő ezzel nem akar lealacsonyodni erre a szintre, például. De ezt nem mondtam. Nem így mondtad, de a lényeg. Nekem, nem, nekem ez így jön le. Általában, ha válaszolok is, nem gyakran válaszolok kommentekre, de ha válaszolok, akkor azért, hogy rávilágítsak, hogy az, amit ő ír, az nem azért van, mert nem jó valami rajtad, hanem magával nincsen. Veled van a baja. Igen. Tehát, hogyha te ezt kicsit elkezded boncolgatni a témát, akkor nagyon hamar kijön az, hogy neki te nem vagy szimpatikus. És tök jó, negy, de akkor írsz. Minek, minek, mi a pöcsnek ír nekem, mondjuk, ha én nem vagyok neki szimpatikus? Erre van ideje? Mert nekem, Persze. nekem nincs erre ideje, hogy írkáljak. Ha van, akkor inkább próbálok segíteni, de ha valaki olyat kérdez, hogy figyelj van a Sustenon meg a Decador én jó lesz együtt, heti ezer milligram. Erre már nem is akarok válaszolni, mert ez nem így működik. Ugye az ez, őszinteségedből ez fakadóan abba bíznak, hogy átadsz olyan információkat, amit... Tehát nekem az a nagyon furcsa, nagyon sokszor van nekem is, hogy odaírják a képek alá, hogy mondjuk, és milyen doppingszereket használsz. Nem mindegy, baszki. Ö, nem az, hanem nem fogják föl, hogy nem attól félünk, hogy ez egy bűncselekmény, Hát nem, mert azt csinál mindenki, Az egy dolog, akar. az az én felelősségem. Ez így van. Viszont az, hogy mit közvetítek az emberek fölé, mit közvetítek a fiatalság felé, az nagyon fontos. És hogyha te dezinformálsz, vagy félreinformálsz, vagy esetleg, ezért nem is beszélek a témáról, így vagy nem. esetleg elmondod, hogy mit csinálsz, és mondjuk az a 20 éves gyerek, Ugyanazt áll... csinálja, akkor azzal lehet, hogy bekerül a kórházba. Hát... Ez egy felelősség. Ez egy felelősség. És ez így van, így van, Ezért akarjuk megtanítani minden sportról, ezért beszél az étkezésről, az edzésről, mert ez egy maraton. itt Ha ugyanazt csinálod tíz évig, akkor nem tudsz mellélőni. Ez így Csak van. csinálj tíz évig. Ez így van. Ne, De nem, hogy tíz alatt évig, három hónapot nem bírnak ki. Egyből azt kérdezi, hogy figyelj már, hogy tudnék még felni? nem mondom, idővel. Na hát én nagyon örülök, hogy találkoztunk. Őszintén mondom, és remélem még majd találkozunk valamikor vagy hás, nem, akkor több anyagot látok rólatok, rólad is, meg a többiekről is az interneten, mert nagyon kevés anyag van fent az a színpadi dolgokról, és ez, ez személy szerint engem érdekel, hogy ki hogy nézett ki, hogy pózolt. Az, az mindig nézem a pózolást, azt én nagyon szeretem. Úgyhogy örülök, hogy megismertek, nagyon sok sikert kívánok neked még ezek után. Szerintem még ö, bőven van helyed még tudsz még, még jobb helyezést elérni, és még feljebb jutni, de ha, nem, ha ennél feljebb már nem jutsz, akkor is, hogyha most holnaptól leállsz teljesen a felkészüléssel, és családot alapítasz, abban is sok sikert kívánok neked, legyen meg a három gyerek, legyen két fiú, egy lány, vagy legyen két lány, egy fiú, vagy legyen három lány, <laughs> aki két éppen a hogy nagyon sok sikert kívánok nektek, és boldogságot, és minden jót, és nekem majd mennem kell vissza disznóvágásra, otthon már hiányolnak. De már nem fogom elvágni a nyakát csórónak, de az a lényeg, hogy, hogy otthon már várnak, úgyhogy mennünk el, És nagyon örülök még egyszer ennek a beszélgetésnek. Köszöntöm szépen. Én köszönöm. Az utolsó képem, amikor Tibivel utoljára találkoztam, az úgy nézett ki, azt még elmesélem, hogy homokszínű bakancs, lebarnítva, kék pozgatja, és egy vörösboros pohárba vörösbor. Így és mászkáltál körbe a Aztán, az talán badi sport volt? Igen, igen, igen. Tehát, hogy neked is a dogmák, hogy alkoholt kell fogyasztani, hogy az erek kijöjjenek, gondolom, igen, igen. gondolom én, hogy ez igen igen igen, 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 igen. igen. Nagyon örülök én is hogy megismertelek, tetszik az, amit képviselsz. Én megmondom őszintén, én vártam, hogy te versenyen indulj, én azt hittem, hogy te felkészülésben vagy, nem tudtam, nem mondjad, hogy Ne mondjad már, megáld. nézd meg, belém szurkálja a kést, hallod? De ez így van, ez, ez nem így is van, maltol, megmondom baszki. őszintén, hogy a, ugye, Tudod, tényleg... hogy fáj nekem, hogy te most ott ülsz és le vagy száradva, én meg kövér vagyok még mindig, mert nekem az építkezésre kell menni? Kurva életben, felrúgnám ezt az asztalt, de nem lehet túl drága. Kurva idegesítő. A teremben, terembe néhány srác ugye, tényleg oda van érted, és megbeszéltem velük, hogy ha én itt van lennék, és te indulnál, akkor kimentünk volna neked szurkolni. Ne bassz! Hát ugye ők megvették ezt a, az atlétát, meg nem tudom most megmutatni. Megmutassam? Kikeressem? Kikeresed, és akkor Lefénymásoltak egy képet rólad. Na. Ezt kirakták, a, tudják, hogy az, a pultban hol van az a rész, ahol én kajálni szoktam. Ez most komoly. És kirakták a képet, rá volt írva, hogy egyed a szarkaját, úgy se fog soha úgy kinézni, mint ő, és valami, valami, ilyesmi volt, hogy mindegy, az a lényeg, hogy te vesztes. De jó pofa, és azt én fölhagytam nagyon sokáig, most vették le a lányok, mert ugye már már nem edzünk ezekkel a srácokkal, de, de engem nagyon szórakoztatott. No, dob, mint ezt dobbe, moci, motivációnak dobbe rakták. Dobbe, fel. dobbe majd.